Nyugdíjas társainkat. Külön nagy szeretettel köszöntöm plébános urat, lelkész asszonyt, polgármester, képviselőtestület tagjait és Tarninger Lajos urat, aki a mi segítségünkre volt ma is. Mielőtt megkezdenénk karácsonyi műsorunkat, kérem plébános urat gyújtsa meg az advent harmadik gyertyáját, és mivel el kell menni sürgősen, kevés időt tud velünk tölteni, úgy megkérem, hogy néhány szót szóljon a karácsony jegyébe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát akkor most közszíré tétetik a Kábel TV-n keresztül is, hogy mennyi dolga van a plébánosnak, de tényleg így van, hogy nem ürügy lenne, hogy én itt szeretnék mindenről távozni, hanem a mai napon Moson-Szent Miklóson lelki nap van, és hát sajnos így jött össze a szervezés, én ezt már kihirdettem, úgyhogy nem tudtam áttenni, de azért egy picit mindenképpen örülök, hogy itt tudok lenni önök között. Mielőtt megjújtanám a gyertyát, előtte mondanám el a gondolataimat, és akkor kerülne erre sor. Jó így együtt lenni közösségben, én örülök, hogy ismételten együtt ünnepelhetünk, készülve karácsony ünnepére, ami nekünk keresztényeknek Jézus születése. És fontos az, hogy tudjunk ünnepelni, fontos az, hogy közösségben legyünk, hogy asztalt körbeülve együtt tudjuk az ünnepeket megtartani. Fontos az, hogy megadjuk a léleknek is, ami fontos, tehát gondolok én itt az istentiszteletekre, a szentmisére, a templomi áhítatra, ahová nagy szeretettel hívom és várom mindannyiukat. Mostanában, ami foglalkoztat engem karácsonnyal kapcsolatosan, karácsony kérdéssel, hallottam valakinek azt a véleményét, hogy hát ez a Jézuskázás, hogy megszületik a kis Jézus, és akkor Jézuska hozza az ajándékot, és a gyerekeknek ugye hát ezt adagolják be, mint egy mesét, hogy ez mennyire helytelen, talán nem azt kellene mondani, hogy Jézus nevében, hogy ő megszületett erre a világra, és megajándékozott Isten bennünket vele, és megváltotta az emberiséget, hogy ezt így helyretéve, tehát ezért ajándékozzuk meg egymást. Nyilvánvaló, tudjuk, hogy ez van minden mögött, ami a karácsonyi ajándékot illeti, de én mégis azon gondolkodtam, hogy nem felesleges egyáltalán a gyermekkornak ez a varázslatos világa, ami azt hiszem mindannyiunkban benne él. Amikor karácsonyról van szó, akkor mindjárt a gyermekkori élmények jutnak eszükbe, gondolom, hogy milyen szép is volt az, amikor együtt volt a család. Aztán az a pillanat, amikor megszólalt a kis csengettyű, és akkor belépve az ajtón az ember ott látta a ragyogó fát. Hát akkoriban, ugye az én édesanyám is el szokta ezt mesélni, szívesen hallgatom, sok gyerekes családban nem volt azért az olyan gazdag, anyagiakban gazdag karácsony, kevés jutott, de mégis sokkal nagyobb volt a szeretet. Milyen öröm volt annak a picinek, annak az egyszerű dolognak örülni.
és a szeretetben együtt ünnepelni. És Jézuska meghozta az ajándékot. Mindegyünkben benne él ez a varázslatos emlék, élmény, és én azt hiszem nem jelentett az talán törést, senkiben nem úgy él, hogy na hát milyen borzasztó volt arra rájönni, hogy talán már nagyobb gyerekként, hogy nem is a Jézuska hozza azt az ajándékot, hanem egyáltalán megajándékozzuk. Miért tartom én ezt nagyon fontosnak? Azért tartom fontosnak ezt az élményt, mert tulajdonképpen ez az élményünk fölkészít bennünket, ami benne él mindegyikünk szívében, ez a boldogság, ez az öröm, fölkészít bennünket arra a nagy karácsonyra, bizalmunk, reményünk szerint arra nagy karácsonyra, amikor majd föl fog tárulni egy ajtó előttünk, és akkor valóban ott lesz ezen a nagy karácsonyon az a meglepetés, amit a Jóisten nekünk készített, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl nem foghat. Ez a kapu, ez az ajtó, ez egy új otthonra nyílik, nem a szobánknak az ajtaja lesz, hanem a mennyországnak a kapuja, és ott lesz a nagy meglepetés, amit az Isten nekünk készített. Hát ezért él bennünk ez az emlék, és ezért jó az, és nem becsapás, hogyha visszaemlékezünk arra a karácsonyunkra, amikor olyan boldogok voltunk, és talán úgy érezzük, hogy ez most nem jön most már vissza, hogy az ember ugye, hogy felnőtt, és idősödik, és lassan-lassan ugye élete vége felé tart. Bennünk él ez az élmény, hogy egyszer majd ennek az élménynek a többszörösét élhessük át, és alkalmas legyen a lelkünk erre a csodálatos élményre. Én úgy gondolom, hogy talán ez az a karácsony, a mostani karácsonyunk, ami erre a nagy karácsonyra emlékeztetés. És a karácsony azt jelentse számunkra, hogy akkor, amikor az ember talán kénytelen magában, egymagában ünnepelni, mert elveszítette a szeretteit, mert az idő, ahogy megy előre, sok mindent elvesz tőlünk, talán úgy érezzük, hogy meglop bennünket, mégis azért a reménység az mindig legyen ott bennünk, hogy hamarosan egyszer majd eljön az életünkbe ez az ismételt nagy találkozás, amikor együtt ünnepelhetünk Magyarországba. És gondoljunk azért, én azt kérem, biztos vagyok benne mindegyünknek, van bőségesen azokra, majd karácsony szent ünnepén, akik nem lehetnek így fizikailag, földi életükben közöttünk, hanem már talán ott vannak a Jóistennél, hogy őrülőlük se feledkezzünk meg. Mindannyiuknak, családjaiknak, családtagjaiknak, szeretteiknek nagyon békés, boldog, áldott karácsony, a kis Jézusnak az eljövetelét kívánom. Jóisten áldjon. És akkor megnyitom az advent harmadik gyertyáját, ami tulajdonképpen az örvendezésnek a gyertyája, ami nálunk ugye liturgikusan a rózsaszínű. Nem azért, mert rózsaszín felhőkben látjuk a világot, meg nincs bajunk, problémánk, mindegyikünknek van, de a reménység ott van, az öröm a szívünkben mélyén, hogy lehet, hogy a felszínen, mint a tenger, hullámzik, viharok vannak, de a mélyében csend és béke. Ilyenek legyünk mi is. De vegyék úgy, hogy itt vagyok ebben között. Szép estét, jó egyszer együtt ünnepést kívánok! Meg a lányok összecsomagolja. Jó, köszönöm szépen! Csomagolja össze. Halátyáj, tedd benne! Még egy picit várok, jó, még egy. Nagyon szép. Köszönöm szépen, nagyon szépen, és tényleg ne haragudjanak, hogy így alakul, de sajnos van nem. Viszontlátásra. Akkor folytatnák műsorunkat, és akik később jöttek, Dömötör úr és Klárikáék, sok szeretettel üdvözöllek benneteket a mai ünnepségünkön. A régi szokásokhoz híven karácsonyi műsorunkat most fogjuk elkezdeni. Egy kicsit rendhagyó módon, nem úgy, mint máskor, most egy hagyományokból összeállított kis írásokat fog Nagy Alajosné felolvasni, de mielőtt
elkezdeni, megkérném Szabóné Terikét, én mondja el a kis vers részletét, amit Endrődi Sándor, béke. Boríts el fényeddel, boríts, te csillagos nagy ég. Alattad, mintha magam is csillagként szállnék. Utam bár földi, hitem égi, s hozzád bizonnyal fölsegél. Úgy érzem, Isten él szívemben, s szívem Istenben él. Köszönjük a szép gondolatokat, és most Nagy Alajosné versét hallgassuk meg. Horján István, karácsonyi kívánság. Karácsony angyala, én most azt kívánom, jöjj le kis hazánkba, mert így szép az álom. Jöjj közénk, pihenj meg, erősítsd hitünket, mi kitárjuk eléd őszinte szívünket. Jöjj le hozzánk bátran, kicsit beszélgessünk, hogy a szép hazánkért még többet tehessünk, hogy a nagy családunk jobban boldoguljon, hogy a szegény ember könnye már ne hulljon. Jöjj el, hozzál nekik meleg takarókat, hogy álmodhassanak szépeket, jókat, hogy sok gyerek reggel meleg tejet kapjon, hozzá friss kalácsot, kiflit ropogtasson. Karácsony angyala, hozzál békességet, szeretett szavával segíts minden népet. Fegyver helyett munkát és kenyeret kapjon, hogy öldöklés helyett bölcsöt ringathasson. S ha majd száll az ének az ég gyermekének, szülessenek bennünk szép földi remények. És ha felvirrad a karácsonyi hajnal, vígan énekeljük, hogy mennyből az angyal. Mennyből az angyal. Mennyből az angyal. Ez az időszak a Jézus születésére való várakozás előkészület időszaka. Ez az időszak tele van eseményekkel, hagyományokkal, népi szokásokkal. Így december 6-a Mikulás napja, december 8-a Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe. December 13-a Luca napja. Szájhagyomány szerint karácsonyig még van 12 nap, ami az év 12 hónapjának felel meg. Megfigyelték a 12 nap időjárását, ami a 12 hónap időjárását mutatja. Luca napján kezdtek a férfiak a lucaszék készítésébe 13 féle fából. Készítője, gazdája éjféli misén arra ráállva, megláthatta, hogy ki a boszorkány. Újabb keletű hagyomány a szálláskeresés, de egyes helyeken régen is megtalálható volt.
December 15-én, vagyis 9 nappal a Szenteste előtt kezdődik. Szállást keres. Szállást keres a Szent Család, de senki sincs ki helyett áll. Nincsen, aki befogadja, őt ígére fönnel ura. Az idő már későre jár, a marány is készére száll. Csak a Szent Szűz jár hiába, Betlehemnek városába. Legalább ti jó emberek, fogadjátok a kis dedet, házatokra boldogság száll, ha betér az égi király. A háziak így válaszoltak. Ne sírj, ne sírj, Szűz Mária! Ne menjetek ma sehova, szállásunkat mi megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk. A szálláskeresés december 24-én a templomba közös hálaadáson fejeződik be. Ez a nap az ünnep előtti előkészület utolsó napja. Adventi szokás volt a mendikálás, betlehemes játék, amikor gyerekek jártak házról házra. A bibliai történet 11 éves kortól 15 éves korú fiúk adták elő, mégpedig a szálláskeresést, Herodes király gonoszságát, a pásztorok érkezését, az újszülött köszöntésére. Pásztorok, kelljünk fel! Pászorok, eljünk fel, hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos istálócsába, siessünk, ne késünk, hogy szép hagyománya volt a pásztorok köszöntése. A pásztorok trombitával, a disznópásztor ökörszarv kürtel, de volt olyan is, aki durroktatással járta végig a falut. Az ünnep előtti előkészület utolsó napja a katolikusoknál, de az evangélikusoknál is szigorú bőjt. A karácsonyfa alá tettek Jézus kalácsot, töpörtyűs pogácsát, almát, diót. Az asztal alá búzát, kukoricát, szénát tettek. 8 óra körül megkezdődött a Szenteste. Ó, boldog Betlehem! Ó, boldog Betlehem, áldások városa! Ó, Jézuskám, még a
megszületett kis Jézust az éjféli misén köszöntjük. Fel nagy örömmel. Szikrányi kis fényről álmodozunk, ami talán te vagy nekünk. Fényeket gyújtunk a fenyőn, és megajándékozzuk egymást, hogy az igazi fényt és szeretetet pótoljuk. Uram, fiadat kellene megtalálnunk a jászolva, a gyermeket, a földre szállt igét. Ezzel a kis műsorunkkal kívánunk mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket! Engedjétek meg, hogy egy csöpnyi szeretetet nyújtsunk most át nektek. Nem nagy, nem értékes, nem drága kincs. Csupán egy apróka kis kézimunka, amit saját kezűleg készítettünk. Ezzel szeretnék kívánni mindenkinek nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet. De mielőtt a kis ajándékainkat kiosztanánk, kérem Klárikát. Verset hozott nekünk, hallgassuk őt meg. Vas Albert, karácsonyi versek. Részlet. Olyan este ez is csak, mint a többi. Olyan a színe, nyírkos kötszaga, pedig valahol szent titokpalástban csodát takargat ez az éjszaka. Angyalok húznak a világ fölött, hírét hozzák, hogy földre szállt a béke. Megszületett az igazság, a jóság, akit úgy vártunk, megszületett végre. Keresik régen bölcsek és királyok, papok, költők és koldusok. Világ megváltó konferenciák várják jöttét, és fényes trónusok. Megérkezett. Bámulják bamba szemmel barmok, cselédek, pásztorok. Talán van olyan is, aki letérdels, valami együgyű imát motyog. A jászol fölött fölragyog egy csillag, néhány angyal és gyermek énekel, szelíden száll az ének és a pára, szurtos ólból a fényes égre fel. Aztán a barmokat itatni hajtják, a hajnal megnyergeli rőt lovát, és robotos nyomán a szürke élet megy úgy, mint eddig, megy tovább. És elindul újra a mese, fényt porzik gyémánt szekere, minden csillag egy kereke, ezer egy angyal száll vele. Jön emberek, jön az égből Isten szekerén a mese. Karácsony készül, emberek. Szépek és tiszták legyetek, súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Vigyázzatok! Ez a mese már nem is egészen mese. Belőle az Isten szeme tekint a földre le. Vigyázzatok hát, emberek, titeket keres a szeme. Olyan jó néha angyalt lesni. Az angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplőben elébe menni, mesék tavában megferedni, s mesék tavában mélyen, mélyen ezt a világot elfeledni. Minden csillag egy kereke, ezer egy angyal száll vele, az Isten maga száll vele, s csillagtükröt nyújt felénk, mesetükröt a keze. Szent tükrébe végre egyszer pillancsatok tiszta szemmel. Tiszta szemmel, Isten szemmel. Milyen szép is minden ember. Minden ember szépség tenger, s mint a tenger, csillag szemmel. Telve vagytok szeretettel. Akkor fogadják el szeretettel a mi kis hozó ajándékocskánkat, amit nagyon szeretettel készítettünk mindenkinek. Kedves vendégeink, véget ért karácsonyi műsorunk. Most egy pár szót szeretnék arról szólni, csak nagyon-nagyon röviden, hogy éves programjaink hogyan sikerültek. Amit elterveztünk egy évvel ezelőtt, majdnem minden sikerült egy kivételével. Arra már nem jutott pénz, ez egy kistérségi találkozó volt. Nagyon sok szép órát töltöttünk együtt kirándulásokon, különböző előadásokon. Voltunk versenyeken, tekeverseny, kártyaverseny, tornászni járnak a lányaink, és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz. Annál is inkább, mivel jövőre 15 éves lesz a klubunk, és azt szeretnénk megünnepelni kicsit gazdagabban, mint eddig, és itt a támogatás oldalát is egy kicsit jó lenne, ha vastagabban fogna majd a ceruza. Úgyhogy ezt csak úgy előre jeleztem. Hagyományainkhoz híven minden évben köszöntjük azokat a tagjainkat, akik valamilyen kerek évfordulót ünnepeltek ebbe az évbe. 60, 65, 70, 75, 80, 83 és 87 évesek vannak. A 80 éven túl már minden évben ünnepelünk, mert az már ajándék. Legalábbis úgy gondoljuk. Egy kis emléklapot fogunk átnyújtani, és hozzá egy aprócska kis idézettel mindenkinek a... Egy kicsit rászabtuk a idézeteket. Mindenkinek egyforma jó kívánságokat írtunk a lapba, méghozzá annyit, hogy 2007-ben x éves lettél, ebből az alkalomból gratulálunk, sok szerencsét és sok boldogságot kívánunk. És elsőként Börzsei Vince, 65 éves, ő neki ezt írtuk. Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább. Még akkor is, ha már nem léteznek, remények és csodák.
És akkor Börzsei Vince. Gratulálok. Jó lenne, ha valaki segítene a ülésen. Dobrádi Pálint, kérem. Dobrádi Pálint. Hát azért én Dobrádi Pál, 80 éves. A bánatot senki sem szereti, a fájdalmat mindenki megveti. Ha kérdezik tőlem az emberek, most már könnyedén vidáman felelek. Köszönöm, kedvesem, nagyon jól vagyok. Hát látod, kíváncsi ember? Ilyen vagyok. Boldog születés. Dobrádi Pálné, 75 éves. Sütkérez még kissé őszi napsütésben, lapozgass csendesen az emlékek könyvében, s hogyha a sorsoddal megtudtál békélni, amíg hátra levő időt könnyebb lesz leélni. Amit letettél, gondoltál, létrehoztál, annak mi is részesei lettünk. Amint a múlt, a sok nap, év, úgy lettél te is mindenkié. Hiába hiszed, hogy elfelejtenek, kezed nyoma itt van közel, s távol minden lépésben. Ernőc Sándorné, 70 éves. Mikor egyedül vagy, mikor nem lát senki, rájössz, hogy nincs kiút innen. Szeretnéd magad az időn áttemelni, tudni, van-e, s merre az Isten. Futó Jánosné, 60 éves. Hallgass meg szívünk szavát, mely boldog születésnapot kíván. Szívünk szeret, el ne felejtsd, csak ez, mit neked adhatunk. Dénesné, Ilonka, 70 éves. Nem azok a nagy emberek, kik magasra nőnek, nem azok erősek, kik mindent legyőznek. Nagy ember az, ki küzdeni tud, de nem önmagáért. Odaadná szívét, lelkét, társa javáért. Szívedet minden szépnek, jónak, nyújts segítőkezet a rászorulónak. Adjál szeretetet, mit majd viszonoznak, mert hidd el, az emberek nem is olyan rosszak. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Németh Ferencné, 75 éves. Keresd az égen egy csillagot, nézd a fénylő sugarát, álmodd, a csillag én vagyok, és egész éjjel vigyázok rád.
Pénzes Lajosné, 80 éves. A sötét éjjel hosszú nagyon, s a hajnal késik az ablakon, fényes csillagok ragyogjatok, s a kedves barátra vigyázzatok. Réti Andrásné, 75 éves. Hosszú, dolgos élet alatt sokat tapasztaltál. Átadhatnád azt másoknak, s magadra találnál. Értelme lenne megint a szomorú napoknak, másoknak is jót tennél, de legfőképpen magadnak. Szabó Károly, 65 éves. A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka, adni, mindig csak adni. Jó, jót, bátorítást, mosolyt, hitet, és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet. Varga Ferencné, 83 éves. A szálló évekkel sok minden megy el, de a szív, a koldus tovább énekel. Mi remény volt régen, emlék ma csupán, de legalább sírhatsz eltűnt szépek után. Ami emlék, szebb is, mint az, ami él, romok is ragyognak hűs holdfényénél. Farkas Lászlóné, 75 éves. Örök mozgás, örök váltás, mulandó minden, mint a lét. Ide-oda költözik át, mint madarak a jegenyén. Biztos így is válasz. Simpel Gyuláné, 60 éves. A nagy szavak nem érnek semmit. Elszállnak, mint az őszi szél. De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, elkíséri az embert, amit él. Kettőben kis versecskem, Tornin Gönni elment, most visszajön. Ő 75 éves. Nyíló virág legyen életed fája, boldogság és mosoly a legszebb ága. Szívedben a bánat sose üssön sebet, szerető szívünkből kívánjuk ezt neked. Köszönöm. Köszönöm. És még van egy utolsó. Horváth Ilonka néni, aki most nagyon beteg, ő már csak tiszteletbeli tag, de minden évben köszöntjük őt.
kórházban van, innen kívánunk neki jobbulást és mi hamarabbi felgyógyulást. És ő 87 éves. Te tudtad, Istenem, hogy életem küzdelem, hogy harcom önzetlen s fegyvertelen. Te tudtad, Istenem, hogy nem lesz senki sem, ki az úton majd megfogja kezemet. Mindenki várunk neki mi hamarabbi visszatérést. A lapot meg majd elküldjük utána. Hát, ezzel véget ért a ünnepi része a kis műsorunknak. Én megkérem polgármester urat és a lelkésznőt, hogy szólni kívánok. Akkor elsőként így sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, és megelőlegezve tényleg a 15 évet, én bizton tudom, hogy jövőre ünnepelhetjük ezt ilyen szép együttesen és egy ilyen szép csapatba. Én nagyon szépen köszönöm, hogy így együtt vannak ilyen sok évekig, vagy ilyen sokáig együtt tudtak lenni, és még nagyon sokáig legyenek is együtt. A mai napon sokszor elhangzottak szavak, én úgy gondolom, hogy ezeket a szavakat, ha én is elmondom, akkor nem ismétlem sokszor önmagamat, vagy önmagunkat, de a szeretet, a béke, a jóság és az egészség övezze mindannyiukat, még nagyon sok-sok éven át. Ezt kívánom a elkövetkező évekre. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, és mindazokat, akik lélekben is készülődnek velünk az ünnepre, bár most ők nincsenek itt. Több mindent is hoztam magammal, bátorságot nem eleget, de ami itt van a tarisznyámban, megpróbálom összekaparni, szeretnék elénekelni, majd megbánom, de remélem talán mégse, egy olyan kis népdalocskát, amit a múlt héten Ménfőcsanakon tanultam az egyik bencés szerzetestől. Aki ismeri, nekem teljesen új volt, az bátran énekelje velem, és kérem az evangélikusokat, ne lepődjenek meg azon, hogy én is kis Jézuskázni fogok, majd azt, hogy erről mit gondolok, elmondom utána, jó? De fogadják szeretettel. Üdvözlégy, kis Jézuska! Üdvözlégy, ó kis baba! Miért fekszel a jászolba, a hideg istálóba, hol a fényes palota, hol a fényes nyoszója, hol a lépes mézecske, vajjal mázolt köcsöge. Ó, ha Magyarországban, Öttevény városában, jöttél volna világra, akadnál jobb országra. Mert adnánk jó mézecskét, vajas édes tejecskét, szükségedet megszánnánk, párnácskánkba takarnánk. Eddig a népdal. És még néhány gondolatom lenne az ünnephez. Valaki egyszer azt mondta, hogy élni azt jelenti kapcsolatban lenni. És tovább is fűzte ezt a mondatot méghozzá úgy, kapcsolatban lenni az ide lent valókkal, szülőkkel, testvérekkel, barátokkal, így a közösségben együtt lenni, mert ez azt mutatja, hogy valóban élünk, nem csak vegetálunk. De élni azt is jelenti kapcsolatban lenni az odafent valókkal. És hát szerintem a karácsony ünnepe az valami ilyen ünnep, amikor újra megteremthetjük, illetve újra felvehetjük a kapcsolatot az odafent valókkal, méghozzá ezen a kisded Jézuskán keresztül, akire én más szóval inkább azt mondanám, hogy a gyermek. Azt kívánom most mindannyiuknak,
idősebbeknek, fiataloknak, azoknak is, akik nincsenek közöttünk, öttevény minden lakójának, hogy ez az ünnep legyen a szent találkozásnak az ünnepe, hogy mi is szent este, templomokban, otthonokban találkozhassunk ezzel a gyermek Jézussal, és hogy mi is a gyermek gyermekei lehessünk. Ha még megengedik nekem, akkor egy nagyon-nagyon rövid köszöntőt, illetve mondókát mondanék, és aztán akkor ezzel be is fejezném a mondandóm. Betlehem jászola volt Jézus bölcsője, szegényes istálló első menedéke. Az Úr angyalai őrködtek felette, Isten szeretetből megváltónká tette. Adjon Isten minnyájuknak áldott, boldog, békés karácsonyt, és találkozást a gyermek Jézussal. Köszönöm. Köszönjük szépen a szép, megható, meleg szavakat, de én még itt szeretném megköszönni az önkormányzatnak, néhány vállalkozónak, cégnek a segítségét, és Tarninger Lajosnak, akit már az elején mondtam, hogy majdnem minden rendezvényünkön segít. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm! Nagy szeretettel! Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntök minden nyugdíjas klubtagot és minden vendéget. És hát örömmel hallom is, veszem tudomásul az ízlik a Mikalácsunk önöknek, és reméljük még nagyon sokszor küldhetünk önöknek. Itt tesz az alkalmat, meg is ragadnám, és meghívnám önöket is, akinek van mondja meg lehetőség, esetleg kisgyerekkel, unokával bejönni. December 20-án 4 órakor, 16 órakor Győrbe a Barosúton lesz a szeretett kalács ünnepe. Mosonni kenyér kirukkul avval, hogy egy 100 méteres kalácsot fölterítünk a Barosút közepére. Lesznek meghívott egy-két győri színházból egy-két vendég. Ezt a vendégeket a Győri Kulturális Alapítványból, a Kakuk János urat kértük meg, és azt szervezte hozzá nekünk. Jön a televízió, rádió, és akkor 4 órakor lesz egy-két versmondás, szavalás, és akkor ünnepélyesen felvágják ott a balettkar és egy-két színész a 100 méteres kalácsot, és mindenkit szeretettel várunk, és fogadják tőlünk ezeket a kalácsokat olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel mi adjuk önöknek, és bízunk benne, hogy többször is tudjuk önöket még támogatni. Végül mindenkinek kívánok boldog karácsonyt, sikerekben gazdag, boldog új évet itt a vendégeknek, nyugdíjas társaknak és az egész falu lakóinak. Köszönöm szépen, hogy részesei lehettek a mi kis rendezvényünknek, remélem máskor is elfogadják a meghívásunkat. Köszönöm szépen! Még Őkovács József szeretne valamit. És még itt akkor még hadd mondjam el, hogy szokás nálunk, hogy egymásnak is meglepetés csomagokat készítünk. Akinek a nevét ki fogjuk húzni a tálkából, őt fogjuk megajándékozni. Ez még hátra van, egy kis türelmüket kérjük, hát ez egy pár perces dolog. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és klubtársaimat. Két hét és egy év eltellik felettünk. Megragadva búval és örömmel. Az emberi sors az már csak ilyen. Karácsony ünnepe előtt csak a szépre emlékezünk. Arra a sok szép és élményekben gazdag kirándulásokra, és az itthon eltöltött ünnepeinkre, amelyeknek megszervezésében klubtársaim, vezetőink sokszor családi dolgaikat félretéve nagy szerepet vállaltak. Hogy ezek az élmények mind megvalósulhattak. Én és a klubtársaim nevében
szeretném ezt megköszönni. Köszönjük. Sok szeretettel gondolunk azokra a társakra, akik már nem tudnak itt lenni közöttünk, és sokat gondolunk rájuk. Gondolatban velük vagyunk. Én most engedjétek meg, hogy régi hagyományainkhoz híven megtiszteljünk egy közös ajándékkal néhány klubtársat és vezetőt. A következők lennének. Kovácsné Zsuzsa. Közös ajánlás. Köszönöm szépen mindenkinek. Szabóné Telike. Köszönöm szépen. És Nagyné Jutka. Köszönöm szépen mindenkinek. És még nekem van egy személyes köszönetem. Két klubtársamnak, akik úgy anyagilag, mint erkölcsileg nagyon sokat segítették egyesületünket. Taringer Mariska. Fogad el a szerint virágomat. Hát köszönöm szépen. És Vadicsné Jolita. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Thank you.
Peti Andrásné. Te csak Szebeni Lajosné. Szebeniné. Így vagyok. Nehogy belekeveredjen. Húzzál! Német Ernő. Készítse el mindenki a szobakját, hogy csökkönjön már. Most ne húzza, és a te. Szabó Istvánné. Szabó Istvánné. A Cangma. 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 Ott van, de te húzok, és küldök. Kiviszi? Ne, kiviszem el a magunkat. Megbizom. Húzzál!